Sokatokhoz megérkeztek az Attacus Atlas ilyen lepkebábok, amik a nappali lepkékkel ellentétben gubót szőnek maguknak, és abban helyezkedik el a báb. Fontos, hogy a gubó színű lévő szövetet, szurdelt, ezt lehet ginkapocsa vagy tűvel is, de semmiképp ne kösd be a gubó nyílását, amit azért csináltunk, hogy ellenőrizni tudjuk a báb állapotát. Ha itt bekukucskálsz, akkor a csápja alapján meg tudod nézni, hogy hímről vagy nőstényről van szó, és a gubót mindig tartsd medvesen.